Magyarországon az állam és az egyházak kapcsolata a rendszerváltással teljesen megváltozott. Az elmúlt 15 évben a legtöbb vitás kérdést kárpótlás, ingatlanok visszaadása, egyházi iskolák és szociális intézmények normatív finanszírozása, a személyi jövedelemadó 1%-a törvényekkel rendezték. Sőt, sokan ezt a folyamatot a rendszerváltás egyik sikertörténetének tartják. Mindezek ellenére még így is vannak vitás kérdések az állam és az egyházak felekezete képviselői között. Mai vendégünk Frankl Róbert, az Evangélikus Egyház országos felügyelője, aki szerint helytelen, hogy néhány egyházi vezető támogatásért cserébe felkínálja magát a politikának. Ön lényegében a rendszerváltás óta az Evangélikus Egyház országos világi elnöke. Jól gondolom, hogy a világi szó nem papi személyre utal, és hogy funkciója az egyház világi dolgaira vonatkozik, benne az állammal való kapcsolatra, vagy inkább a hívek képviselését jelenti az egyházban. Hát mind a kettő igaz, ugye részben pontos a kérdés, annyiban, hogy valamivel, hát persze a rendszerváltás nem egy dátum, hanem egy folyamat, tehát ebben az értelemben feltétlenül helyes, hát 89-ben választottak meg erre a tisztségre, ami hivatalosan az országos felügyelő nevet viseli, ez egy történelmileg kialakult, annak idején a reformációt követően, a reformáció ellenreformáció viharaiban ez egy magyar specialitás lett, ahol általában akkoriban evangélikus főurakat választottak erre a tisztségre, amit hát ma is vitatnak teológiailag, mert ugye van egy ilyen teológiai elv, a paritás elve, hogy minden ilyen választott egyházi tisztségben egy klerikus és egy laikus működik együtt. Na most ugye, hát a paritás elve az eleve, az egy nagyon szép elv, de hát nyilvánvaló, hogy a szakmai elem, a klerikus elem az meghatározó az egyházban, mint hogy minden pályán, minden értelmiségi pályán meghatározó, de hát a laikus elemnek is megvan a kitüntetett szerepe, többek között ez, ami elhangzott, hogy a egyház képviselete a társadalomban, ezen lett a fő hangsúly a polgárosodás korában, illetve, hogy egy pregnáns laikus vonal az egyházon belül, tehát a hívek, ilyen értelemben valóban a hívek képviselete nem a klerikus elemmel szemben, hanem pontosan azért annak érdekében. És hát van egy ilyen kiegyenlítő funkciója, amennyiben ugye nem kötődik egyházkerülethez, ugye minden püspök és minden egyházkerületi felügyelő, tehát az egyházkerületi elnökségek tagjai, akik az országos egyházi elnökségnek a tagjai, azok bizonyos kötődéssel rendelkeznek, és ugye ez egy szép elv, és az egyházban elvárható, hogy emelkedjenek fölül a kerületi érdekeken, de hát az is normális, hogy elsősorban a kerületük érdekeit képviselik, és az országos felügyelő egyfajta kiegyenlítő szerepet játszik, és ezen túlmenően a speciális funkció, amit a törvény meghatároz, az országos egyház iroda, tehát az egyház adminisztratív központjának kvázi a menedzselése, felügyelete, támogatása. Tehát ugye minden funkciót sokféleképpen be lehet tölteni. Én azt szoktam mondani, ez egy ilyen rezonőr-menedzser funkció a ma tulajdonképpen, amiben hát érzékeny ráirányultsággal kell segíteni az egyház működését. Mi a különbség a rendszerváltás után ebben a szerepkörben? Változott-e a funkció? Vagy? Hát azt lehet mondani, hogy erőteljesen változott, tulajdonképpen helyreállt, azt lehet remélni, még mindig nem teljesen, még mindig, és itt most nem erről a funkcióról van szó, hanem egyáltalán a úgynevezett laikus, vagy vannak, akik nem szeretik ezt a szót, én nem félek tőle, mondjuk a nem lelkész elemnek a érvényesülése az egyházi élet minden szintjén. A diktatúrában sajátossá vált, és teljesen érthetővé, hogy az állam a klerikus elemet preferálta abban az értelemben, hogy azt tudta fogni egzisztenciálisan is, és minden tekintetben. Na most a jellemző módon a kemény diktatúrában divatba jött, hogy politikusokat, akik papíron valamelyik felekezethez tartoztak, azokat helyezte, valójában választatta meg egyházi világi funkcióba, tehát egyházkerületi vagy országos felügyelővé, gyakorlatilag
a meghatározó kérdésekben az állam nagyon rövid pórázon tartotta az egyházat, tulajdonképpen a puha diktatúrában rövidebben, mint a társadalmat. Ez volt akkor a Kádár-rendszer önfelmentése, hiszen jól tudjuk, hogy a 60-as évek elején volt utoljára valami ideológiai konferencia, és azzal igyekezett a saját identitását igazolni, hogy azt mondta, hogy ideológiai kérdésekben nincs békés egymás mellett élés. Igen. És ez ugye tulajdonképpen egyszerűen egyházakra vonatkozott, és hát ugye ebben az is tükröződik, hogy ahogy a társadalom azért oldódott 70-es, 80-as években, ez az oldódás nem érvényesült az egyházakban, és a rendszer nagyon félt attól a diktatúra, hogy az egyházban aktív világiak, azok ezt a szabadabb légkört az egyházba is beviszik, és tulajdonképpen egy olyan paradox helyzet alakult ki, hogy az egyházban aktív világiak a lelkészeket veszélyeztették, mert a lelki, tehát az ember egy olyan lelkismereti konfliktusba került, hogy a lelkész azért kerül bajba, mert ő nem kerül bajba a saját munkahelyén sem, mert már nem volt ez a munkahelyi klerikális reakció és egyéb, mint a kemény diktatúrában, de a papja az bajba kerül, mert azt mondják neki, hogy állítsa le ezt az embert. Na most a lelkésznek egy aktív világit leállítani, ez meg neki lelkismereti kérdés. Tehát ezeken a látszólag nagyon-nagyon, hát nem durva mechanizmusokon keresztül sokkal több kárt tudott okozni a diktatúra az egyház építésben, mint ahogy azt esetleg ma látjuk, mert ma a látványos bebörtönzések, szenvedések, mártiromságok kerülnek előtérbe, és tulajdonképpen ez a sok-sok megnyomorítás, ez azért eléggé nehézé tette az egyház életet a puha diktatúrában is. Mit várt a rendszerváltástól akkor az egyház és állam kapcsolatában? Mire vágytak, mi volt a leglényegesebb, hogy aminek meg kell változnia? Hát tulajdonképpen arra vágytunk, hogy ne nagyon legyen kapcsolat, hogyha nagyon őszinte lehet válaszolni. Tehát, hogy ugye én írtam akkor ennek nagy visszhangját, külföldön is megjelent egy ilyen hivatal búcsúztató címen egy publicisztikát, mikor megszűnt az államegyházügyi hivatal, tehát megszűnt az a struktúra, amin keresztül az állam közvetlenül fogta az egyházat, és hát azt vártuk, hogy az egyház a szó minden értelmében visszanyeri a teljes szabadságát, és élhet a küldetésének a társadalomban. Tehát, hogy megszűnik, tehát megmarad a egyház és társadalom sokszínű, sokrétű kapcsolata, minden lehet, ami korábban tilos volt, lehet szabadon predikálni, lehet egyházi sajtó, lehet virágzó ifjúsági munka, szóval minden lehet. Ez volt a várakozás, ez a bizonyos csak rajtunk múlik. Persze akkor is elhangzott rögtön, hogyha egy gusba kötött emberről leszedik a kötelet, az rögtön nem tud futni. De azért már nyújtózkodik, már próbálkozik, már keresi a szabadságnak az ösvényét. Úgyhogy tulajdonképpen ezt vártuk, hogy nem egy csapásról, de megváltozik minden, és helyreáll a egyház élet. Na most rögtön kiugrott a vita. Ugye volt, aki úgy érte meg, hogy vissza kell menni oda, ahol eltorzultak a dolgok. És voltunk mi, akik azt mondtuk, hogy nem visszafelé kell menni, előrefelé kell menni. Meg kell próbálni azt megnézni, hogy ha nem lett volna ez a Varga betű, ez a történelmi Varga betű, amit a diktatúra jelentett, akkor hol tartanánk, és meg kell célozni azt a pontot, hogy minden inkább a normális fejlődést elérjük, tehát nem visszafele megy az út, hanem előrefele megy. Hát ez mindmáig nem dőlt el ez a vita, azt lehet mondani. Tehát ahogy a társadalomban is vannak nosztalgiák Horthy rendszerrel kapcsolatban is, korábbi hát, társadalmi szituációkkal, úgy az egyházban érthetően ezek még bizonyos értelemben még erősebbek, ezek a nosztalgiák, de azért szép lassan a többség megérti azt, hogy egy minden változik a világban, tehát ez azt is jelenti, hogy a kereszténység az ősi hitének a megtartása mellett a szó jó értelmében modernizálódik. Beteljesültek-e azok a várakozások, amelyeket akkor átéltek? Másképp felszabadultak-e az egyházak a diktatúra minden reflexe és hagyatéka alól? Jó vagy kérdésre, vannak még? Igen, jó kérdésre lehet adni jó választ. A jó válasz az, hogy igen. És amennyiben ugye árnyaltabb a válasz az, hogy nem teljesen. De ez a nem teljesen, ez valójában, ha korrekt, akkor nem egyszerűen a diktatúráról szól, hanem mindazokról a történelmi terhekről, amiket az egyházak hordoznak. Az úgynevezett, ha már elfogadjuk ezt a nem teljesen precíz kifejezést, a történelmi egyházak,
akkor ez nem csak pátoszt jelent, nem csak hát szépséget és pozitívumokat jelent, hanem tehertételeket is jelent. Tehát ha ilyen reflexekről szólunk, amik megmaradtak, akkor ezek nem csak a diktatúrában kialakult reflexek, hanem ez már egy nagyon mély szociológiai tanulmány lenne, hogy mennyiben tudott, most elnézést kérek mindenkitől, kétféle diktatúra együttműködni, tehát egy politikai diktatúra, meg egy egyházi diktatúra. Az egyház is egy hierarchikus szervezet, ugye nem demokratikus szervezet alapvetően. De a protestáns egyházak törekszenek a demokráciára, a törvényeik azok nagy mértékben demokratikusak, de mégiscsak jó értelemben is hierarchikus, mert hát az Úristentől függ, tehát vertikálisan meghatározott. Na most akkor van baj, hogyha ezt a hierarchiát, ezt a spirituális hierarchiát fölváltja egy emberi túlzott hierarchia, és akkor már átsúszik egyfajta egyházi diktatúrában. Na most ennek sokféle megnyilvánulása van, ezt jól tudjuk a nyíltól, a rejtettig, az adminisztratívig, úgyhogy a befolyásolásig, szóval sok technikája van ennek, tehát ezek a reflexek nem varhatók egyszerűen a 49-89 közötti diktatúra nyakába, tehát hogyha azt mondjuk, hogy megmaradtak, akkor igen, részben onnan maradtak meg, és részben pedig sajnos a történelmi tehertételből maradtak meg, és amikor én modernizációról beszélek, akkor pontosan erre gondolok, hogy hát ezektől kéne megszabadulni, de a lényeg az, hogy ami a dolognak a jogi, politikai, társadalmi, alkotmányos oldalát illeti, az egyházak Magyarországon szabadok. A kétféle diktatúra az hat egymásra, tehát a politikai diktatúra segíti az egyházon belülinek a erősödését, vagy pedig mind a kettő öntörvényű? Nem, sajnos segíti. Tehát ez, hát egyrészt mind a kettő öntörvényű is, de segíti, hát van egy ilyen perverz dolog, és hát ezért is lehetett hatékony a állami diktatúra, a politikai diktatúra, mert az egyház kínálta magát erre. Tehát egy demokratikus szervezetet nem lehet egyszer az első számú vezetőn keresztül megfogni. Itt pedig meg lehetett, mert találkozott az egyházi felsőbbségnek való feltétlen engedelmesség az állami akarattal, tehát ez sajnos ez így volt. És hát talán ezért is van az, hogy a rendszerváltás után, és ezt is bizonyos mondjuk jó indulattal kell szemlélni, de azért úgy sokáig nem lehet tolerálni, átesett az egyházal, most én az evangélikus egyházról beszélek, a ló másik oldalára, tehát mondjuk nem csak szabadság lett, hanem szabadosság, szóval ugye azért szükség van vezetőkre, meg szükség van hierarchiára, meg szükség van függelmi viszonyokra, tehát valamilyen ennek kell lenni, úgyhogy hirtelen nagy szabadság lett az egyházban, és ez egy kicsit, ugye ez is egy nagy elméleti kérdés is volt a 90-es években, a szabadság és a rend viszonya az egyházban, ugye? Tehát minnyáján szabadságpártiak vagyunk, akik normálisak vagyunk, ha szabad magunkat így minősíteni, nem vagyunk rendpártiak, de azért rendnek kell lenni. Tehát az a jó rend nélkül semmilyen intézményrendszer nem működhet, és most, amikor ugye a személyi kérdések azok mindig hát jellemzőek. Tehát hogy azon keresztül lehet lemérni, hogy szabadság van, hogy azt választja meg az egyház, akit akar. Tehát sem az állam nem szólhat bele, sem más. Na most a többségi akarat érvényesül. Most ennek kapcsán megválasztanak olyanokat, ami meglepő, mert inkább a múltra emlékeztet, de megválasztanak valóban elkötelezett reformereket is. Most ezek az elkötelezett reformerek olykor szomorúan szembesültek azzal, hogy hát azért az egyház nem olyan, mint ahogy ők gondolták. Tehát nem csak a diktatúra, nem csak az egyházi vagy a világi diktatúra torzította az egyházat, hanem bizony, hát mondjuk az embereknek a hozzáállása, magatartása, munkamorálja sem ideális. Tehát attól, hogy olyan vezetők kerülnek az élre, akik demokratikusak, korrektek, kulturáltak, többségi akarat alapján kerülnek a kormányruthoz, attól még nem lesz minden rendben. Tehát itt ez is a 40 évnek az egyik negatív következménye, hogy mondjuk az egyházi emberek elszoktak a kemény munkától, ha szabad ezt így fogalmazni, mert hiszen abban voltak érdekelve, hogy ne dolgozzanak sokat, tehát most pedig hirtelen rájuk szakadt a munkadandágya, millió munka van, tehát hirtelen abszolút káderhiány van mind lelkészekben, mind gyülekezeti munkatársakban, és hát ilyenkor látszik az, hogy hát nem egyszerűen a szabadság hiányzott, hanem hiányzanak azok az elkötelezett emberek,
akik hát az egyház ügyét képviselnék a társadalomban, de hát itt van egy regeneráció, tehát lassan azért az egyensúly remélem, hogy helyreáll. Mi a tapasztalata az állam és az egyházak kapcsolatát rendező törvények, a 94-es vallásszabadságról szóló törvényben a egyházak egyenlőek-e? És gondolok a úgynevezett történelmi egyházakra, kisegyházakra. Tehát ebben a törvényben megvalósul-e az egyházak egyenlősége? Én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy ez egy meglepően jó törvény. Azért meglepő, mert ugye a törvények általában azért nem hosszú életűek, és főleg az ilyen nagy történelmi viharokban és változásokban megszülető sarkalatos törvények mindig módosításra szorulnak. Most ez a 90-es 4-es törvény, ez meghökkentően jól sikerült. Tehát mutatja azt, hogy itt valóban a döntő a szellemiség, és nem a részletek. Na most ez a törvény, ez nagyon egyszerűen kifejezve a vallásszabadságot és a vallástalanság szabadságát, tehát tényleg a lelkiismereti szabadságot egyértelműen nyújtja, és nem tesz különbséget ebben a tekintetben. Természetesen lehetne finomítani, lehetne éppenséggel különbségeket tenni, mert hiszen vannak különbségek. Magyarország egy sok egyházú ország, de mégiscsak vannak ezen belül meghatározó, tehát felekezetek. De az, hogy a törvény működik, és jól működik, az bizonyítja, hogy ez jól sikerült. Tehát a lényeget elvégezte, és ma is ugye nem csak az adott politikai konstelláción, hogy nincs igazán kétharmados többsége egy új törvénynek, hanem egyszer azért, mert jó a törvény. Tehát működőképes a jelen formájában is, kiállta a próbát, megfelel a magyar alkotmánynak, megfelel a normális józan polgári gondolkodásnak, megfelel a nemzetközi vezető eszméknek, úgyhogy én azt hiszem, hogy ezen a téren nem nincs igazi gond, és inkább az a korjelző, hogy nem sikerül javítani, tehát nem sikerül finomítani. Tehát mindig azt mondjuk, hogy inkább maradjon így, ne roncsunk. Tapasztalata szerint maradéktalanul érvényesül-e az állam és egyház szétválasztásának elve a gyakorlatban? Azt gondolom, hogy soha sehol, még a franciáknál sem érvényesül maradéktalanul, akiket ugye példának szoktak fölhozni arra, hogy önálluk aztán tényleg szét van választva az állam és az egyház, ez egyszerűen képtelenség. Tehát az a kérdés, hogy mondjuk én így mondanám elnézést, hogy én átveszem a kérdést, hogy józan ésszel megfelelően érvényesül, tehát a józan elvárható mértékig, azt hiszem, hogy nagyjából igen. Tehát amennyiben nem, az inkább ilyen részben a múlt 40 évből, ebből a 49-89-ből, részben a korábbi időszakból itt maradt, inkább külsőséges dolgokban nyilvánul meg az a szét nem választás, amit hát jó indulattal kell figyelni. Vannak, akiknek tetszik, hogy egyházi főméltóságok állami ünnepeken ott feszítenek, és ebben van pozitív üzenet is, kifejezik azt, hogy az egyház a maga részéről támogatja az állam pozitív törekvéseit, magáénak érzi a magyar tradíciókat, tehát együtt él a nemzettel, büszke arra, ami jó volt, hallgat arról, ami rossz volt, és ebben a történelemben. Szóval ezt lehet sokféle nézőpontból, lehet patetikusan, lehet humorral, sokféleképpen lehet szemlélni, de azt gondolom, hogy a lényeget illetően az állam nem avatkozik be az egyház életében, és az egyház nem burjánzik túl az állami életben. Amiért itt egyáltalán ez a kérdés jogos, az az anyagiak, ami egy történelmi tehertétel, és igazán jó megoldása nincs. Tehát emiatt ezt még hordozza egy-két nemzedék ennek a viszonylagos megoldását, hogy arról van szó, hogy az egyházakot is a diktatúra megfosztotta a vagyonuktól. És az egyházak vonalán sem volt reprivatizáció, tehát az egyházak sem kérték vissza a vagyonukat. Tudomásul vették, ez a szintén egy jó törvény, ez a 32-es törvény, amelyik az ingatlan visszaadásról rendelkezett. Tehát amelyik bizonyos keretek között adta vissza az egyházaknak a vagyonukat, tehát a funkcionalitás elve alapján. Ezért méltányos, hogy az egyházak kapnak kvázi állami támogatást. Na most ez önmagában borzasztó. Ugye a hitéleti támogatás kifejezés is tulajdonképpen egy nagyon pervers dolog. De hát nem a szavakon múlik. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy etikailag, jogilag, politikailag
nem csak a múltat nézve, hanem a társadalom jelenlegi helyzetét, igényét nézve az egyházakat megilleti a támogatás. Na most emberek vagyunk, ez mindig egy, akárhogy igyekszünk, hogy ezt automatizmusok garantálják, ebben mindig van alkupozíció. Tehát ez a tulajdonképpen a neuralgikus kérdés az állam és egyház kapcsolatában. A politika nehezen áll ellent annak a csábításnak, hogy az egyházakat gesztusokkal, anyagi támogatással, akár túlzott anyagi támogatással megnyerje, hogy egy választási harcban azt mondhassa, hogy én ezt és ezt tettem az egyházakért, és ezáltal szavazatokat szerezzen az egyházhoz kötődő társadalmi csoportokban. Bármennyire úgy látszik, hogy ez nem vezet eredményre, az eddigi választási eredmények azt mutatják, hogy az emberek józanabbak ennél, átlátnak ezeken a manipulációkon, azért ez mégis jelen van, de jelen van egyházi oldalról is. Vannak egyházi csoportok, egyházi vezetők, akik kvázi elnézést a kifejezésért riszálják magukat az aktuális politikának, fölkínálják magukat arra, hogy támogatást kapjanak, ez nem jó. Ez nem jó. De alapjában nem ez a meghatározó, tehát az az, ami kialakult az elmúlt 15 évben az egyház finanszírozásban, az a lényegét tekintve én úgy gondolom, hogy korrekt, a technikáján kellene javítani, hogy minél inkább az automatizmusok érvényesüljenek. Véleménye szerint hogy kellene az egyházak részéről lezárni az ügynök ügyet? Hát mi ebben már léptünk, tehát én megint csak a saját egyházunkról beszélnék, mert vannak, akik például a katolikus egyházat tartják a leginkább imponáló magatartásának, amelyik még a leghalványabb látszatát is kerüli annak, hogy bárki beleszólhat, és ez nem az ő belügye. És azt gondolom, hogy ebben van nagyon nagy igazság. Nálunk egy kicsit, hogy így mondjam, társadalmi nyitottabb a helyzet, úgyhogy amikor itt ez a kérdés a legutóbbi törvénymódosítás kapcsán újra előtérbe került, akkor az egyházunk elnöksége úgy foglalt állást, és ezt azóta a közgyűlés megerősítette, hogy ahogy az iratok nyitottak és kutathatóvá válnak, mi egy elsősorban egyháztörténészekből, egyházjogászokból álló szűkörű bizottságot küldünk ki arra, hogy egyházi felhatalmazással nézze ezt át, és egyrészt kerülje el azt, hogy itt mazsolázás és egyoldalú megközelítés legyen, vagy megbélyegzés, másrészt a történelmietlenséget. Tehát egy szakszerűen, objektíven, amennyire lehet kulturáltan, tisztességesen tárja föl ezeket a dolgokat, hozzá nyilvánosságra kezelje. Én azt gondolom, ez megnyugvást keltett széles körűen, tehát az egyházi különböző csoportokban is. Én magam mindig azt képviseltem, hogy itt valóban másként kell kezelni a klerikusokat, a lelkészeket, mert ők sajátosan kiszolgáltatott helyzetben voltak, tehát a diktatúra őket közvetlenül fogta, és nem csak az ügynök kérdés merül itt föl, hanem az államegyházügyi hivatal aktáinak a kutathatósága is, mert bizonyos hát, helyzetekben az sokkal közvetlenebbül és durvábban beavatkozott lelkészek és gyülekezetek életébe, és közvetlenebbül hát visszaélt a hatalommal, és kényszerített embereket arra, hogy erkölcsileg nehéz helyzetbe kerüljenek. Tehát nem egyszerűen a belügyminisztérium iratairól van szó, hanem az állam egyházügyi hivatal iratairól is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy többször nekirugaszkodott az egyház ennek a rendszerváltozás óta. Én is elnököltem testületi üléseken, ahol testület többsége mindig amellett volt, hogy elutasította azt, hogy mi ebbe kvázi meghatározó szereppel föltárjuk. A zsinat is minden olyan törvényt elutasított, amelyik azt akarta volna, hogy kötelezővé tegye az úgynevezett átvilágítást a lelkészikar egészére, vagy a tisztségviselők egészére nézve. És én azt gondolom, hogy ebben elsősorban, nyilván volt ebbe az érintettek félelme is, de elsősorban nem ez volt, hanem az egésznek az erkölcsi bizonytalansága, ez a repülő nehézkő ki tudja, hol áll meg, hogy lehet, hogy azokat marasztalják el, akik esetleg bár ügynökök voltak, de helytálltak, mert senkinek nem okoztak kárt, mások pedig nem szerepelnek esetleg egy hivatalos kimutatásban, de sokkal súlyosabb vétségek terhelik őket, amiknek a bizonyítása sokkal nehezebb, bármennyire is tudja a közvetlen környezetük, vagy egyebek. Tehát inkább ilyen megfontolások vezettek embereket arra, meg az, hogy
amit én mindig úgy fogalmaztam meg, hogy senki nem azért ment lelkésznek, hogy ügynök legyen, vagy hogy ezt a diktatúrát kiszolgáljat, senki nem ezért választotta ezt a hivatást. Az megint egy más kérdés, hogy sajnos ugye, akik a korábbi rendszerben elkötelezett emberek voltak, tehát mondjuk túllicitálták a követelményeket, azokkal, amikor érzékelték a 90-es években, hogy a mi részünkről egy tolerancia és egy nyitottság van, és egy tabula rasa van, akkor hát nem mindig etikusan viselkedtek. Tehát egy kicsit visszamenőleg igazolták azt, hogy nem minden az állami elnyomásunk múlt, de ez megint egy nagyon érzékeny terület. Nem csak történelmi egyházak vannak, hanem vannak kisegyházak, felekezetek, sőt, új egyházak is keletkeznek. Az állami egyházak kapcsolatában talán nem érdektelen azt megkérdezni, hogy ki dönti el, hogy egy gyülekezet, vagy egy szervezet egyháze, vagy se, ezt az állam eldöntheti-e, ha eldöntheti, milyen alapon döntheti el, de muszáj neki valamilyen módon állást foglalnia, mert attól függ a támogatás, attól függ a hozzávaló viszonya, stb. Igen, ez elvileg egy érzékeny kérdés. Ha nem csinálunk ebből ideológiai problémát, akkor nem annyira érzékeny. Tehát ezt azért igen, én azt gondolom, hogy az állam ezt eldöntheti, el is köteles dönteni, mert ez a polgárait érinti, és felelős, nincs paternalizmus, vagy nem helyes a paternalizmus, de van állami politikai felelősség. Ugye, ahogy bármennyire is túl vagyunk az operairodalom nagy korszakán, ma is azért van, aki ír operát, és azt azért be lehet mutatni. Tehát lehet mondani, hogy vannak ugye több ezer éves egyházak, de nem zárható ki, hogy ma is valaki alapíthat egy egyházat, vagy alakulhat egy egyház. De hát ennek lehetnek kritériumai, és ezt ennek ugye bizonyos, tehát az, hogy valaki, amíg ez ugye nem sérti másoknak az érdekét, nem veszélyezteti a közösséget, tehát elsősorban kizárásos alapon, ugye, mert vannak ilyen úgynevezett negatív törekvések is, én most nem szeretnék senkit bélyegezni, ugye itt mindig a boszorkány szektát szoktuk emlegetni, nem tudom kit, hogy nehogy véletlenül még... Vagy az üzleti alapú. Hát meg az üzleti alapú, hogyha van ez az 1%-os vagy más ilyen rendszer, akkor már csak azért is alakul egy cég, hogy az, hogy ha csak ti ideadjátok az adótokat, abban már tudok prosperálni. Ezek mind olyan problémák, amiket megfelelő technikával ki lehet iktatni. Tehát csak nem szabad ideológiai kérdést csinálni belőle, mert akkor vége van, akkor rögtön föláll a két oldal. Az egyik, amelyik a teljesen kvázi liberális alapon azt mondja, hogy bárki bármit csinált, a másik, aki azt mondja, hogy senki nem csinált semmit, csak aki 1000 éve már itt van. Szóval ez nem jó. Elvileg... Törvény vagy bölcsesség dolga? Mind a kettő. Tehát bölcsesség dolga elsősorban, és a bölcsesség alapján hozott olyan törvény, minél kevesebb kautélát tartalmazó törvény, de amelyik kizárja a visszaéléseket, és lehetővé teszi, hogyha ezek mégis jelentkeznek, akkor ez ellen föl lehessen lépni. És nem kell félni attól, hogy ahogy vannak más országok is, akik azt mondják, hogy vannak elfogadott, bevett, vagy megtűrt, vagy nem tudom milyen felekezetek. Nem, ezek nem címkék, ezek bizonyos józan mutatók alapján meghatározható dolgok, és ezeket mindkét oldal részéről tiszteletbe lehet tartani. Mit gondol az egyházaknak együtt célszerű föllépni az állammal szemben az érdekeikért, vagy mindegyik külön-külön artikulálja? Van-e valamilyen szervezet, vagy valamilyen együttműködési forma, ami például az együttes föllépést? Ugye a rendszerváltozáskor működött egy úgynevezett tanács, most nem akarom rosszul mondani a nevét, ami egy kicsit olyan volt, mint egy egyház állami kerekasztal, ami még a Németh Miklós kormánya alatt egzisztált, és azt gondolom, hogy akkor hasznos volt, mert bár sokan voltunk érdekes módon, és mégis tudtunk hatékonyan dolgozni, jól elő voltak ezek készítve, és akkor alakultak ki. Azt gondolom, ez hozzájárult ahhoz, hogy jó törvények születtek a 90-es évben. Tehát van erre lehetőség, van ökumenikus tanács, és vannak ugye informális kapcsolatok, de maga az, hogy az állammal szemben föllépni, ezt mondjuk nem szerencsés. Igen. Elnézést, nem bírálom a kérdést, de inkább azt lehet mondani, hogy vannak olyan kérdések, amikben helyes, hogyha egyházak együtt konzultálnak állami vezetőkkel, vagy szervekkel, intézményekkel. Tehát, mert ugyanazok a problémák jelentkeznek, és energiaspórolás is, állami oldalról is, meg egyházi oldalról is. Hát ilyen például az oktatásügy,
amit egy csomó kérdés azonosan jelentkezik, de a kettő nem zárja ki egymást. Én azt gondolom, hogy ez mind végül is pragmatikusan kell kezelni, és megint nem ideológiailag és elvileg. Az állam és az egyházi életet azt színezi, hogy a társadalomban működnek együtt. És ez az együttműködés igényel konzultációkat, és ez a konzultációk lehet állami oldalról kezdeményezni, lehet egyházi oldalról, lehet több egyház együtt, és lehet egy-egy bilaterális konzultáció. Tehát ez egy színes világ, és ebbe én a nagyon pragmatikus álláspontot képviselek. Az evangélikus egyház, mint a nagy egyházak általában, nem csak nemzeti, hanem nemzetközi is, tehát egyetemes valamilyen mértékben. A nemzetközi kapcsolataival tudja-e segíteni valamiképpen az ország imázsát, vagy presztízsének javulását, vagy hogy tudnak az egyházak közreműködni abban nemzetközi kapcsolataikkal, hogy az országnak is hasznára legyenek? Ez egy nagyon lényeges dolog, és ez az egyik olyan dolog, amit talán most kevésbé értékelnek Magyarországon, mint korábban, és ez feltétlenül nagyon örülök, hogy szóba kerül. Már az a bizonyos 84-es luteránus világszövetségi nagygyűlés, aminek megint csak nem mindenki örült, és azt, hogy akkor Kádi Zoltánt a luteránus világszövetség elnökévé választották, aminek szintén nem mindenki örült, ami azért azt mutatta, hogy fölül lehet emelkedni belpolitikai szempontokon, még egy ilyen kiélezett helyzetben is, ami egy diktatúrát jelent, jót tett Magyarország imázsának. Nem szabad azt hinni, hogy a külföld az ostoba, és hogy a rendszert látja, és nem a hazát, és nem a nemzetet. Tehát akkor a külföld a világgyűlésen Magyarországgal ismerkedett, a magyar néppel, a magyar nemzettel, a diktatúra alatt nyögő nemzettel, és mégis ennek üzenete volt. És annak is üzenete volt, hogy egy magyar embert választottak meg elnöknek, és bizonyos fokig a Kádinak, én nem akarom őt most itt védeni, mert nem is téma, de bizonyos fokig a nagyságát mutatja, hogy hát belehalt ebbe a helyzetbe. Tehát pontosan abba halt bele, hogy ez már sok volt, szétfeszítette az ő kereteit, nem tudta földolgozni ennek a feszültségeit, ami pontosan ebből adódott, hogy ő is átélte ezt a kint bent, hogy ott pozitív, itt negatív, hogy is van ez az egész tohuva-bohu. Tehát hát akkor még egy demokráciában, egy szabad országban ez rettenetesen lényeges, és nagyon lényeges valóban, és itt ezért is életveszélyes, amikor itt bejön a nacionalizmus, és bejön a nemzeti elemnek a politikai felhasználása, és ebbe az egyházak belekeverése. Tudjuk, az egyházaknak nagyon fontos szerepe van a határainkon túli magyarság megmaradásában. Tehát a magyar-magyar egyházi kapcsolatok ebben óriási szerepet játszanak. Hát mi a magunk vonalán ugye néhány éve működik ez a Magyar Evangélikusok Tanácskozó Testülete, és idén döntöttük el azt több év pozitív tapasztalatai alapján, hogy mindenki megkóstolta a másikat, és rájött arra, hogy a másik nem elvenni akar tőle valamit, hanem adni akar, és ez egy jó dolog mindenkinek, hogy most döntött úgy ez a tanácskozó testület, hogy egy kicsit struktúrálódunk, és megalakítjuk a Magyar Evangélikus Konferenciát, tehát amelyik már egy struktúrát fog jelenteni, és egy sokszínű struktúrát, hiszen vannak olyan szomszédországok, ahol magyar evangélikus egyház működik, mint Romániában, és vannak olyan országok, ahol idézőjelben csak evangélikusság van, és van tengeren túli evangélikusság, van nyugat-európai, tehát már magyar evangélikusság. Tehát, hogy ezeket mind a saját országokban való integrálódáson túl, és a saját egyházukban való integrálódáson túl, a magyar egyház is számon tartja, segíti, sokrétű kapcsolatokat épít ki velük és köztük, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos feladata a mának és a holnapnak. Hogyan alakult az evangélikusság helyzete Magyarországon a rendszerváltás után? Épültek-e templomok, növekedett a hívők száma, vagy csökkent a gyülekezetek száma, hogy alakult? Erre mondják azt, hogy van egy dinamikus fejlődés, amivel egyértelműen elégedetlenek vagyunk. Tehát nagyon szép a dolog, nagyon jó adatokat lehet mondani. Sok templom épült, sok templom újul meg, gyülekezeti házak épülnek, iskolák indultak, ugye több, sok ezer diákunk van, ezres nagyságrendű pedagógusunk van, tehát szeretett otthonok épülnek, nagyon szép a mennyasszony, nem lehetünk elégedettek. Tehát öregedik az egyház, nem igaz, hogy öregedik a társadalom is, de
maga és maga az esszencia, a spiritualitás, aminek a, és ennek a korszerűsödése, aminek nagyon élénken kéne tükröződni, az szintén teljesen szabad, és ezt is nagyon szeretném kiemelni, az egyházi sajtóban, könyvkiadásban, ami hát nagyon lényeges, maradandó értéket hordoz, ez mind azt mutatja, hogy még nagyon az út elején járunk. Tehát, ha arról van szó, hogy ilyen régi iskolás módon jegyre kell felelni, akkor mindent össze sarabolva elég jó jegyre aspirálhatunk a elmúlt 15 év tevékenysége alapján. És ezt nem lehet egyszerűen a politikai hátszélnek tulajdonítani, ebben nagyon sok ember nagyon tisztességes munkája van benne. A másik oldalon látszik az, hogy a lelkészképzés egy nagy fölfutás után és egy fiatalodás után most megint egy kicsit nem válságban van, de csökkent, magyarán egyszerűen csökkent a jelentkezőknek a száma. Tehát volt egy hullám, amikor nagyobb létszámú évfolyamok indultak. Ugyanakkor nagyon pozitív, hogy maga a teológia, mint tudomány művelése, az fejlődik. Benne van a Evangélikus Hittudományi Egyetem a felsőoktatás vérkeringésébe. Van doktori iskola, van habilitáció szal. Nagyon sok jót lehet elmondani. Az egyház jól él a szabadsággal. Ugyanakkor ez a most biztosan látszik, hogy a keretek sokkal szélesebbek, mint amiket pillanatnyilag az egyház tartalommal tud megtölteni. Itt kell egy egészséges türelmetlenség, de azért nem szabad nagyon türelmetlennek lenni. Kell bízni az Úristen segítségébe, de nem szabad mindent rábízni. Az Európai Unió csatlakozás után vannak-e új típusú feladatai az egyháznak? Igen, egész biztosan, mint hogy a társadalomnak, tehát itt se különbözhet az egyház a társadalom egészétől, de ezt az egyház is még tanulja, és természetesen, hát egyrészt megkönnyebbültek az Európai Uniós országokkal az egyházi kapcsolatok, hát ez evidencia, tehát ezt talán nem is kéne mondani, hogy minden egyszerűbb lett, hát eddig is mondjuk a skandináv országokkal, ahol ugye az evangélikusság meghatározó, nagyon élénk egyházi kapcsolatok voltak. Ami itt úgy, az megint az anyagiakra lehet mondani, hogy az egyháznak is bele kell kapcsolódni a nemzeti fejlesztési terven keresztül az uniós forrásoknak az egyházi intézményrendszer fejlesztésére való adaptálásában. Tehát ezt is meg kell tanulni, hogy hogyan kell pályázni egyházi társadalmi célokra, mert nyilvánvaló, hogy itt nem hitéleti támogatásról van szó, hanem valóban infrastruktúra fejlesztésről, intézményrendszerről, ifjúsági tevékenység, idős munka, szóval sokféle olyan program van, ami Európa Uniós program, és amiben be lehet kapcsolódni. Mi a véleménye az egyházak politikai szerepvállalására vonatkozó vádakról? Hát ezek a vádak részben igazak, részben túlzottak. Ha nagyon röviden akarok válaszolni. Hát ez emberi dolog, ugye? Ez vele járulja a mai túlpolitizált életünknek. Ez nem az egyházakat jellemző, hanem bizonyos egyházi személyiséget. Helytelen ezt kivetíteni az egyházakra. Az egyházakban épp úgy megtalálhatók a választók különböző csoportjai, mint a társadalomban. Az lesz jó, hogyha ez normális lesz, mint ahogy a németeknél is normális lett, hogy nem csak a CDU-ban, az SPD-ben is ülnek evangélikus püspökök, és katolikus püspökök természetesen. Tehát a politikai meggyőződés az egy horizontális dolog. A szélsőségektől eltekintve sajnos Magyarországon van ilyen csapda is, és ezek is néha vallási mezbe is akarnak öltözni, de szélsőségektől eltekintve különböző politikai gondolkodásúak lehetnek az egyházi emberek. Őket nem a politika, hanem a Krisztus hit, most a keresztényes egyházakra gondolva egyesíti, és ez nem köti őket egyetlen politikai mozgalomhoz vagy párthoz sem. Nagy baj lenne, ha így lenne. Mondhatjuk azt, hogy az állam és az egyházak szétválasztásának legjobb formája az együttműködés a közjó érdekében. Igen, ez egy olyan tézis, amiben konszenzus van.